Jobbítsd a nemzetet, kegyelemért könyörgő ének a Szent Írás igéire, Károli Gáspár szépséges Biblia fordításában. Énekünk főhajtón váljék közös könyörgésé, és fohászkunk emelkedő ívén legyen égre tekintő. A segítségül hívás bátorsága növekedjék bennünk jobban, mint eddig. Hirdesse hitünket elengedhetetlen alázat. Pentatónia, a magyar nyelvnek egy olyan sajátosság, ami semmilyen nyelvben nincs meg. Tehát mi nem felütéses nyelv vagyunk, hanem ereszkedő, és lehetséges, hogy a sok fájdalmamtól, mert a magyar szomorúságában semmi bajom, csak bánatom, csak attól sírok. Rengeteg népdal is mondja ezt el, hogy van okunk rá, nem azt elmondani, hogy mi a bánatunk, hanem így adódott a történelmünkben. Ezért nagyon fontosnak érzem, hogy a legősibb hangsorunkat ne egy őshazai idélnek tekintsük, hanem egy isteni adománynak. Nagyon elkeserítettek az utóbbi évek, nyilván az én életem fogytán, nem voltam nyugodt a jövőm felől, és a jövőt már legalább 5 művemben csak az ifjúsággal, csak a gyermekhangok csengésében, nem a túlvilággal, mert hitem szerint
Azért szeretnék nehéz időkben több gyermekkórust írni, hogy ők a jövő, és ha így énekelnek, ha így élik meg az életüket, akkor nem hiába élünk. És a mindenkori ifjúság leveti magáról azt a rengeteg rátelepedett koszt az életre, amitől nem elég élet. És ezért én nagyon hiszek abba, hogy nem csak politikában, nem csak a magánéletben, mindenben a megújulás az ifjúságból indulhat ki. Én mélyen hiszek abba, hogy hit nélkül üresebb az életünk. És a zene ráadásul, én ezt most már elég régen hangoztatom, nagyon nagy közhelynek tűnik és nagy igazság, hogy a zene annyira anyagtalan, annyira a léleknek szól, nem csak szórakoztatásnak, hogy az örökké valóság előlege. És ezért örülök, mert az örökké valóságban biztos, hogy sokkal szebb zenét hallunk, mint amit mi álmodunk.